Szevasztok, srácok! Képzeljétek el, itt vagyunk a Warzy Loves of Survivor 2-ben, és meg fogjuk nézni, hogy milyen ez a játék. Hát én nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy klikkeljünk, és akkor nézzük meg, hogy mi történt az én bázisomon, mert hogy azt írja, valami ilyesmit ír, ez az egész cucli. Játékról szólnak a hírek, android, nálam ez így megy, tesó, nem vagyok zombi. Csak bemutatom azt, hogy hogy kell. Bemutatok minden játékot, hogy nekem hogy megy. Jó van, nézzük is meg, hogy mit kéne csinálnunk nekünk ezekkel a... Hát ezzel a konténerrel kéne igazából kezdenünk valamit elméletileg. Úgyhogy lássuk, hogy mi a hányás van. Jó. Most akkor ez itt, igen. Itt bal oldalon vannak a cuccok, amiket föl tudunk venni. És jó, hát picit fura nekem, de... Meglátjuk, hogy mi a helyzet. Itt elég jól meg van csinálva azért, mert itt írja, hogy 21 fok van, éppen 1 óra 10 perc van a játékban. Szóval ez egyelőre érdekes. Hoppá, itt van már is egy zombi. Gyűrjük le. Dual zombi. Oké. Okay. Jó van. Srácok, hát meglátjuk, hogy milyen lesz ez a játék. Meglátjuk, hogy nektek is. Ó. Oh. Oh. LOL, gyerekek! Van egy ilyen kis kocsim, vagy én nem tudom, hogy mi ez, de így rögtön kapunk egy járművet. Hoppá! Hoppá! Jó van, a térkép nem olyan szar. Vannak playerek, most nem tudom, hogy ezek volt játékosok vagy nem, de majd idővel az is elválik. Úristen, ott van valami helikopter cucc. Jó ég, hát kíváncsi leszek erre a játékra. Jó. High school, igen, az látszik, hogy veszélyes hely. Oké, most itt vagyunk mi, itt van egy parkoló, illetve van ez az event, úgyhogy szerintem ide fogunk eldrive-olni. Hát rögtön van egy autónk, hát mindjárt befosok. Megnézzük, srácok, mi ez esemény lenne szerintem legalábbis. Aztán majd később így elválik ez itt a beállítások, oké. Később majd itt elválnak ugye a dolgok. Jól van. Oké, angolis gondolom nincsen magyar, nincs, jó. És akkor nézzük meg ezt az eseményt, jó van, eddig nem rossz a játék szerintem. 13 óra 25 van, 22 Celsius fok, és itt ír mindent, ez nem tudom mi ez a kis... Oh! Jó van, mondjuk a hangja az Last Day of Survivor-ből volt, de hogy néz ki ez a kocsi, gyerekek? Nagyon OP. Jó van, a hang az tiszta eldue. Szóval azt már most leszögezném, hogy ez egy, hát szerintem ez egy 90 szájukos erdő a kopi, de attól függetlenül nem biztos, hogy rossz a játék, tehát ez alapján ne ítéljünk meg egy játékot, hanem nézzünk szét inkább itt, hogy mi a hányás van, meglátjuk, ott van egy backpack is a földön, most nem tudom, hogy az mozdítható-e, vagy sem, itt van ilyen cucc, jó, ezt felveszem, nem? Csak felveszem magamra, ne legyek mezőmeztelenül, jó van, ez egy backpack, azt hittem, hogy felveszi, de nem, hanem csak utal. És az a feladatunk egyébként, hogy gyártsunk táskát, szóval hát szerintem azt így csináljuk meg akkor. Várjatok, mi is kell hozzá igazából. Kell hozzá ez a fű, kötél, és aztán meg is lennénk, csak én nekem volt füvem, aztán kidobtam valahová. Várjatok egy picit, azt hiszem, hogy volt, vagy ezt töröltem? Nem töröltem, egy darab füvem van, viszont nekem ötre van szükségem. Úgyhogy itt nézzünk szét elsősorban, hogy mi a helyzet, van-e itt esetleg fű. Hogyha nincsen, akkor majd elmegyünk egy másik területre, aztán majd keresünk. Itt már vannak zombik. Megnézzük. Jó, hát ez szerintem ilyen... Olyan lenne ez, mint a repülőgépes event, csak... Csak más helyzetben. Álljátok, mert ezek a csávok, ezek nagyon hasonlítanak az Eldói és karakterünkre, nem? Nem? Bene tudja mi? Olyan fura. Eléggé fura, de nem baj, attól függetlenül mondom, még szerethető lehet a játék. Jó, találtam egy ilyen kis cuccot, ezt megeszem, és akkor elrakom a First Aid Kit-et, szerintem ez az lenne. Ja, First Aid Kit. Jó, van, akkor azt itt szépen elraktuk, itt vannak még ládikók, ezt mindenféleképpen megnézzük ezeket. Aztán megpróbálunk csinálni egy táskát, hát én kíváncsi vagyok rá. Jó, van víz, meg mi a rák, gyerekek, mi ez? Ez egy fejhallgató, more? LOL. Jesus. Jó, már itt nem telefon van, fejhallgató van. nem rossz az elképzelés. Jó van, itt még szétnézzünk, mert még mindig látok ládinyót. Aztán tényleg megcsináljuk a táskát, mert semmi helyem nincsen szinte.
Oké. Jó van, megnézzük. Ebbe fegyver, fegyveres láda, azt írja. Kíváncsi vagyok. Hát, paritja! LOL! Equipeljük már paritját, hülye vagy abban a pillanatban? Várjál, ez mi? Ez így mi? Ezzel lehet harcolni? Hát ez egy derékszög, nem? Mi a szar? Vagy vonalzó, vagy mi a szar? Úristen! Mindegy. Hát vicces, vicces egy picit, de nem rossz. Nem rossz. Na mindegy, várjátok, itt nem lehet kijönni, jó van. Hol az autó, hol a járművem? Ezt kinyitottam mindent, ezt szerintem ki. De ez a jármű, ez valami nagyon jól néz ki. Jó van, nincsen benzinem, de van még. Még 80 km tudok vele menni, vagy 80 százalékon van a tank. Mindegy, menjünk valahová, akkor nézzünk szét, csináljunk egy hátizsákot. Hátizsákot mindenféleképpen csináljunk, mert... Jó van, hát itt a kis bázisunk, nem néz ki rosszul, ott a kis kocsi. Fasza, fasza. Jó, mik ezek a kis helikopterek itt? Igen. Ó, fel kell oldanom, hogy különböző területekre tudjak majd menni. Uh-huh. Jó van. Hú, gyerekek. Nem tudom, hogy ezeket meg lehet-e építeni, vagy nem, de... Ó, van ebben minden, baszki. Minden. Hát ebben minden van ebben a játékban. Minden is. Minden is van. Jó van. Hát megmondom, az őszintén nekem tetszik egyébként eddig a játék. Nem tudom, hogy az első részét ezt próbáltuk, vagy csak szerettem volna próbálni. Vagy azt utána el is vetettem, mert nem tetszett, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy mi volt, meg hogy volt, de ez nem rossz. Egyébként beta 2.0.8-nál tart ez az egész dolog. Rosszan összeszedünk olyan kis füvecskét. 5 darab ilyen fűre lenne szükségem, és akkor nekem mi nem kell? Most valamit föl kell áldoznom, hát legyen ez. Amit így feláldozok, aztán szedünk 5 darab ilyen paladin. Jó van. Bandage. Red shirt. Ez is bandage, nem? Nem. Én azt hittem, hogy ez a bandage, gyerekek. Jó, akkor a bandage-et ezt így elvisszük, nem? Mindenféleképpen. Várjátok, csak van rajtam nadrág. Van, de az már így elkapott, szóval ezt fölveszem. Hát inkább ezt így. Csak próbáljunk megszerezni fűvet. Ó, van itt fű, gyerekek, hát nem is kell. Nem is kell úgy messzire menni, nagyon. Aztán lekraftoljuk a táskát, utána faszák leszünk szerintem. Na nézzük csak, hogy állunk. Kraftoljunk. Ja nem, még kell kettő, ott mutatja is. Because leparítjáz a zombikat, lefosol. Mondjuk a zombi hangok is hasonlóak az Eldoéhoz, de engem ez nem nagyon izgat. Erjel már 3x5, nem tudja fölvenni, vagy mi? Vagy nem azt kaptam belőle? Lehet, hogy nem is azt kaptam belőle, mi? Jó, a távolsági fegyvernek ez a paritja mondjuk jó szuper áll, nem? Elég OP, hallod? Nagyon brutál. Congratulation, a szintet léptem, hallod? De miért nem ad bazd meg izét? Miért nem ad ilyen füvet? Ez mi? Ez... Én nem is értem. Várjátok, másodlagos fegyvernek be lehet azt rakni, jó van. Miért nem adja meg a füvet? Vagy ez nem az? Pedig ez az. Plant fiber. Na, azért mondom. Csak akkor kraftoljuk le. Így már sokkal. Sokkal több helyünk lesz, rögtön nem mindegy, nem? Skacok. Ugye ez a lényegecske. Jó van, van rajtunk egy szép kis backpack. És akkor növeltük szerintem 4 darabba a tárhelyünket. És akkor itt még szétnézegetünk, ott van valami állat, azt megnézzük, hogy az is őzik-e, vagy mással oldották meg. Nyulacska! Ho-ho-ho-ho! Az egy nyulacska, gyerekek. Azt hittem, hogy ugyanúgy őzik-e, de azt a nézd, ott a vére. Mondjuk az nem rossz. Ez a zombi nekem olyan eldoés. Jó, mondjuk jól megvan oldva. Nem rossz, itt van egy kis oldalasnak való. Szóval lesz oldalas, srácok. Jó, én azt mondom nektek, hogy nézzük még szét különböző területeken. Aztán, hogyha tetszik nektek ez a játék, akkor folytatjuk videóba. Hogyha nem tetszik nektek ez a játék, akkor folytatom egyedül. De hát szerintem sokatoknak tetszeni fog, mert mondom, nekem is tetszik egyébként, nem rossz. Nem rossz, és akkor srácok. Hát ide a parkolóba szerintem
Szerintem drive-oljunk el, nézzünk szét, meglátjuk, hogy mi van. Itt lehet vásárolni, és persze, hogy lehet vásárolni. 250 gold, de mondjuk azt nem írja, hogy... 3500 pengő, gyerekek az urban. Jó van, hát elég drága játék. 700 forint 50 darab. Hát ez ilyen Eldo-jéba is körülbelül itt mozognak az árak, hogyha jól tudom. Az a baj, hogy ezeket a coinsokat általában túlárazzák, és szerintem lehetne egy picit olcsóbb, mondjuk az a 50 coins lehetne 300 forint, akkor szerintem többen is vásárolnánk. Jó, most azzal a feladatunk, hogy csináljunk Stone X-et, de mi nem fogunk ezzel foglalkozni, mert elméletileg egy parkolóban vagyunk, és szét fogunk itt nézni. LOL. Mi a szar? Vannak itt különböző állatok, hogy minden, szóval szuper, jó. Na, itt van ez a kis parkoló, hát ahol nincsen nagyon jármű, egy darabot találtam. Na nézzük ezt a lándot, hogy ezek meg szerintem valami cuccot adnak majd nekünk. Ja nem, ez ilyen kezdő csomagok ezek. Ezek ilyen kezdő csomagok lennének. Ja, de már van tárhelyem, szóval nem kell spórolnom. Nem kell spórolni. Jó, nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Megnézzük még ezt a lát. Nem tudom, mert a zombira majd ráközelítünk, mert ez olyan Eldo-szerűséges az harca, hogy valami borzasztó van. Ez mi itt ez? Mikrób. Vírus, gyerekek! Ez mi a szar? Nem tudom, de valami vírus cucli. Ah, ez érdekes megoldás. Mondjuk. Jó, hát itt már nincsen semmi, szerintem ez másik része a parkolónak. Van egy széttört police autó. És ennyi. Jó van, srácok, itt mik vannak itt? Hú, ezeket már le is tudjuk gyártani, aha. Fasza. Te akarod már, hogy néz ki ez a kocsi morás, mondja babos. Nem baj, jó. Nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Ki az? Mondjuk az a, az, hogyha észrevettétek, nem egyfajta zombi, hanem hiába ugyanaz a zombi, de máshogy néz ki, tehát nem úgy, mint az Eldo-jéba, hogy mondjuk a sima zombi, tudjátok a Walker, a sima járkáló, a 40 HP-s, az állandóan ugyanúgy néz ki, itt nem, itt van két-három változata is, már most ezt így észrevettem már most. Build Runner. Ez a 80 HP-snek felel meg. És akkor szintet is léptem. Jó van. Itt is van egy Wild Runner. Jó van, hát úgy látom, hogy itt is zombi öléssel lehet a legtöbb XP-t szerezni. Szóval, hogyha esetleg belekezdetek, akkor minél több zombit öljetek meg. Nos, srácok, hát szerintem ez a videó így ennyi is lett volna, aztán majd folytatjuk, hogyha szeretnétek. Én köszönöm a figyelmet, jelezzétek nekem mindenféleképpen egy lájkkal, de jobban örülnék, hogyha kommentben leírnátok a játékról a véleményeteket. Aztán én remélem, hogy ebben a játékban is találkozunk legközelebb. Addig is én jó túlélést kívánok nektek, jó helyetek, sziasztok! Feliratkozhatnátok, ha tetszett, nyomjatok lájkot, szóljatok hozzá bátran, Ricsi Dark voltam a házban.